Vevőszéknek a legfőbb partnere nyilván az országgyűlés, hiszen az országgyűlés legfőbb pénzügyi gazdálkodó ellenőrző szervezete, és ezért rendkívül fontos, hogy a törvényének megfelelően a jó kormányzás, a jó minőségű államhoz hozzá tudjon járulni, és ennek nagyon fontos szerepe van, hogy a, hogy a parlament használni tudja a jelentéseinket. Ezért rendkívül fontos olyan országgyűlési határozatok, amelyek akár a pénzügyi kultúra fejlesztésére, vagy a pénzügyi tudomány, tudományos munka fejlesztésére, vagy pedig a, például a, korrupció elleni fellépés tekintetében milyen eredményeket ért el, ez képes legyen bemutatni. Ezért is fontosnak tartom, hogy a négy évente egyszer, így most épp nem régen, a parlament bizottsági elnökeinek volt módon bemutatni ezeket az eredményeket, felajánlva tovább is az együttműködést, hogy a képviselők, a bizottságok az olvassák, tárgyalják meg, és mi ezt biztosítjuk a háttér kérdezés és a előterjesztőként is a, a témák bizottsági szakszerű megtárgyalását legyen az ellenzés vagy jelentés. Ezért nagyon fontos, hogy egyrészt elektronikusan jutat, is eljuttatjuk ma már. Tömörítettük a sajt, az összefoglalókat egy egyoldalas méretűre, hogy az vezetői szintű áttekintést legyen. Megpróbáltuk rövidíteni a jelentéseinket, és pont egy ilyen új fejlesztésnek az utolsó fázisaként most a, mind a sajtót, mind pedig a... a, a Bizottsági elnököket is megkérdeztük egy rövid tesztel, egy rövid vélemény kérdőivel, hogy akkor jónak tartják az irányt, van -e esetleg további javaslatuk, hiszen szeretnénk a jövő évben egy teljesen új, érthető, közérthető, átlátható, struktúrált, jó ábrákkal támogatott, grafikonokkal támogatott jelentési formátumra áttérni amelyben nagyon jó fogadtatást érzékeltünk, így láthatóan igény volt már rá, hogy változtassunk. Ennek én úgy gondolom egy nagyon jó párbeszéd volt a, a bizottságban, és írásban visszakaptuk a véleményeket. És ebben tartom nagyon fontosnak az, amiben az országosnak érzékelnie kell, hogy az állami számbevőszék az, azokat a feladatokat, amit ránk bíznak, az gondos gazdája, hiszen most már hatodik éve a korrupció elleni küzdelemnek egyik középpontja az Magyarországon az állami számbevőszék. Ehhez társult 2011-ben hiszen még 2009-ben hozott az országgyűlés határozatot, 2014-ben az ÁSZ kezdeményezésére a kormányzat, a leg, akkori legfőbb bíró, a legfőbb ügyész kapcsolódott, éppen most a napokban pedig a belügyminiszter és az igazságügyminiszter az új kormányzati szerkezetben is, és egy közös fellépést szerveztünk meg a számvevő székén, úgy gondolom a méréseivel, a kérdőjével, ami bemutatásra került a bizottságnak, de ehhez képzések, további együttműködések, és most már nemzetközi referencia helyként tud a számbevőszék megjelenni, hiszen a számbevőszékek ezt a fladot érzékelve Magyarországon a jó gyakorlatokat is próbálják megismerni. És ezt én úgy látom az országgyűlés kevésbé ismerte, kevésbé volt büszke rám, mutatnám, hogy ez a folyamat zajlik. És ezt tudtuk megmutatni, hogy itt már bizony a lakos, a állami alkalmazottak 55 a aznak az, az intézményei kitöltötték ezt az ívet, és a 155 kérdésből álló kérdőívet, és azt a, a, tapasztaltunk, hogy a kockázatok egy picit mérséklődtek, viszont a védekezés szintje az megjelent jelentősebben emelkedett. Tehát magyarul elkezdte a közféra feldolgozni ezt a leckét, hogy hogy kell az intézménynek védekezését, a, meg, meg, megszervezne egy korrupció ellen. Mondjuk, amikor a beteg esetében az immunrendszer erősítésével próbálják kezelni, hogy már meg is előzzék a bajt, való így kell elképzelni ezt a módszert, hiszen a számbevőszék nem nyomoz, nem a konkrét ügyeket vizsgálja. De az, hogy beköntötte el a vezető a biztonsági övet, és megtette mindent az az intézmény vezetője, ha mégis ütközik, akkor a mégis korrupció korrupciós helyzet alakul ki egy munkatársánál vagy egy részlegénél, akkor erre felkészít a szerve, tudja, hogy ezt hogy kell megelőzni, és hogyan kell esetlegesen a felmerülés esetén szakszerűen ezt kezelnie. Én úgy gondolom ebben Magyarországon egy jelentős változás, szemletváltozás, és az első kisebb eredmények is megindultak. Ez egy több évszázados kulturális váltás, amit a 2004-es Európai Uniós csatlakozásunk teremtette meg, meg megítélésem szerint annak a kultúraváltásnak a feltételeit, és ebben én azt gondolom a korábbi számbevőszéki vezetés jó hagyományt folytatva, most egy nagyon határozott választ tudunk adni azokra a vádakra, hogy Magyarország semmit sem tesz a korrupció ellen. Én azt tudom mondani, ez nem így van. Most már négy éve szisztematikus felméréseink azt mutatják, hogy megmozdult a közféra, az igazságszolgáltatást is beleértve az áll, a kormányzatot, az önkormányzatokat, intézményeket, óvodától egészen a bíróságokig, egy nagyon komoly, tudatos vezetői attitűdváltás, vezetői tudásváltás van, és egy vezetői magatartásváltás van, amit azért nézzünk magunkba, mindenki tudja, hogy a saját szokásait, beidegződéseit mindig nagyon nehéz változtatni, ha megvezető, akkor még inkább tudja, hogy sok ezer, tízezer, százezer embernek a hozzáállását, hogy például a személyes korában, hogy a magyar ember szeret barátságos, személyes kapcsolatot ápolni, az egy korrupciós helyzetben félreérthető, gyanúsá válhat. Ezért ha ezen felvél lépünk, akkor ez sokkal távolságtartóbb, sok esetben az a megszokott ügy, ügyintézőt meg kell cserélni, hogy nem mindig ugyanaz az ügyféllel találkozzon. Ezek mind-mind majd kényelmetlenséget is fognak okozni, mert sok ember a bizalmát úgy tudja kezelni, hogy ő nem tudja, hogy Józsi bácsi ott korult vagy nem korult a, mondjuk a városházán, de addig úgy megszoktuk, hogy ő volt ott. Most ha változott, akkor az nem biztos, hogy ő benne ugyanazt a váltja ki, mint a akik meg kimondottan az összeférhetetlenség, hogy nem mindig ugyanazzal az ügyféle találkozzon egy ügyintéző, nem mindig ugyanazok az ügyekkel, az meg erénynek kezeli. És akkor sorolhatnánk az ajándékot azért, az ajándékozás azért is benne van a keleti szokásokban, de ez a magyar mentalitásban, és minél nyugatabbra megyünk, annál inkább ez egy elfogadhatatlan szokás. Tehát itt bizony ezeket vissza kell fogni, illetve ez átláthatóvá kell tenni, és meg kell érteni egy partnernek is, hogy itt karácsony előtt például nem biztos, hogy azzal tesz jót egy hivatalnok elismert munkájának, hogy beküld a házi pálinkájából egyet, vagy a sütött valamilyen terméket, vagy akár csak egy ajándékra gondol, ez, ezért látni kell, hogy ma azért eléggé benne van a mindennapunkban, hogyha az ember valamivel elégedett, akkor valami kis ajándékkal ezt ki is szeretné fejezni. Na ezt nehezebben viseli a nyugat értelemben vett, a nyugatról nézve például a közigazgatás intézésében. Hát én úgy gondolom, hogy ezért ez egy kultúraváltási folyamat is, és ezt tudatosan sátéve ez egy hosszú folyamat lesz. Azt pedig szembe kell nézni vele, hogy amióta állam létezik, azóta van adórendszer, amióta meg van államnak bevétel, akkor van kiadásai, és ezek sok esetben nem egyezik minden adófizető akaratával, és bizony ekköré e gyakran pont, hogy befolyásolják akár a bevételt, akár a kiadás oldalon számukra előnyösen, hát bizony ahhoz korrupciós eszközökkel is megpróbálják ezt befolyásolni. Ez minden nap, ezzel sajnos szembe kell néznünk, de ehhez kell az az immunrendszer, amivel védekezni tud az állam, ez pedig az az ászáltal kifejlesztett integritási szemletű közigazgatási váltás, amelyben ma már az értelmeken oktatják, ma már a közigazgatásban ott vannak a szakértők, az integritási szakértők, egyáltalán a, szervez, a különböző intézmények elkezdtek ezzel tudatosan a vezetői munkájukban és a mindennapi munkájukban beépíteni. Én úgy gondolom, hogy ezek a parlament számára szóló tájékoztató, az megnyugtatása is erősítheti, hogy azért van eszköz a kezükben, jó döntéseket hoztak korábban, és ezeket kell tovább támogatni, de ha fontos, akkor ki kell ezt vitatni, beszélni, és úgy gondolom ez a parlamentben is, ha kell, az ország, Országgyűlésnek alárendelt állami számbevőszék ezekről az eredményekről, további feladatokról tud tájékoztatást adni. Erre hívtam fel a figyelmet a bizottság elnökeinek.